kérem, amennyiben lehetséges, osszák meg ezt a felvételt. Egyszer az akadémián hallottam, a komondor tenyésztőknek volt egy kísérletük. Arra voltak kíváncsiak, hogy az ősi ösztönök hogyan maradtak meg ezekkel. A komondort azért tartotta az ember, hogyha kell az élete árán is megvédje a gazdát, megvédje a jószágot, megvédje a földet. És aztán, vagy 30-40-50 évvel ezelőtt elkezdték tenyészteni idézőjelbe, ahol nem mindegy, hogy jobbról balra rakunk, korodik a szőle, hogy áll a füle, milyen színű a bundája is sorolhatnánk. És összeszedték az összes komondort, illetve amit tudtak, de nagyon sokan sikerült bevonni ebbe a kísérletbe, több mint 50-et. És beöltözött egy ember, és elkezdte támadni a komondort. 4 visszatámadott. 10 hátrálva, de ugatott. A többi fejvesztve menekült. Én azt gondolom, hogy a komondorok sorsán nem tudtunk. Kedves nézők! Nagyon-nagyon érdekes képeket fognak látni. 3-4 ezer ősi magyar gyümölcsfajta van a tündérkertes Kovács Gyula génbankjában. És legalább ugyanannyi fajváltozatot nemesítettek őseink, és azokkal is rendelkezik ez a génbank. Elmentünk hozzá Göcsejbe, ami valamikor gyepű volt, azaz határvédelmi ősi rendszerünk egyik komoly eszköze. Hosszan beszélgettünk, de ebből csak részleteket fognak önök most látni és hallani, mert egyrésztről a szabadtéri felvételekbe erősen beleszólt a zalai szél, másrésztről sok olyan részlet volt, ahol csak baráti beszélgetés folyt. Kérem önöket, gondolják végig az elhangzottakat, hogy a nemzet nagy tanítója, Németh László is, kifejezetten a kert Magyarországot tartotta túlélésünk alapjának, zálogának. És ez a kitűnő gyümölcsész Kovács Gyula nem véletlenül hozta létre a tündérkertek mozgalmát. Kosó Andrea, Vince Csilla, Hibbely Zsombor és Beke Erzsébet kóstolta meg Kovács Gyula tündérkert alapító fantasztikusan finom pálinkáit, amelyek csak magyar gyümölcsből készültek, s nem a részegeskedőknek, hanem a gyógyulni vágyóknak, gyógyulni akaróknak. A kárpát-medencei magyarság és az itteni hungaruszok számára. Kovács Gyulával én most találkoztam először, de nagyon nagy hatással volt rám, és remélem, önökre is nagy hatással lesz majd. Kérem, amennyiben lehetséges, osszák meg ezt a felvételt, hiszen a Hungária Televízió kifejezetten azért készít ilyen filmeket, hogy valamilyen tudás átadás jöjjön létre, és találjuk meg a kivezető utat azokból a kátyúkból, amelybe a történelem vihara belesodort bennünket. Az a törvény, ami gyakorlatilag a magyar földöket oda dobja az uniónak, vagy törvénytelenül, akár bűncselekmény árán is elveszi a magyar földeket, többek között itt is. Ott voltunk a ősi emlékműnél, amit ugye az osztrák annak a helyét is megvette. Aztán több mint 3,5 ezer fajta és körülbelül ugyanannyi változat. Tehát ilyen nincs sehol a világon. Hát 100 évvel ezelőtt a Göcsejnek több körtefajtája volt, mint egész Franciaországnak. Tehát a legnagyobb pusztulás után még 400 körtefajta megmarad, és ez nem papíron van. Tehát hihetetlen, hogy az a fajta mesterségbeli tudás, ami a régieknek volt, és amit 1000 év alatt felépítettünk a gyümölcsészetbe, 50 év alatt teljesen tönkretettük. És így vagyunk ebben mindenben. Tehát a Göcsejnek és a Muravidékinek idős Horváth Károly és ifjabb Horváth Károly 13 000 népdalát jegyezte le. De nem volt, aki a meséinket lejegyezze.
Én nekem a nagyanyám még minden nap, vagy a nagyapám minden este más mesét mond. Szeretem hallgatni a Kossuth Rádiónak a meséit, és elszörnyedtem valamelyik nap, hogy milyen mesék vannak. Nem a transz dologról meséltek a gyerekeknek. Ó, nem, még nem, de már az a mese színvonal, ami pedig ugye engem nem lehet megvádolni azzal, hogy a kommunista korszakot szerettem, de a kommunista korszakban még valami volt abból, hogy legalább egy héten két-három alkalommal magyar mese volt, most már nem. Most már nem. Vagy külföldi, vagy valaki által írt mesét hallunk rádióba is. Nem azon sajnálkozom, ami elveszett, hanem próbálok legalább egy töredéket megőrizni abból, amit összegyűjtött a család. Tehát, de azért ez minősíti. Persze. Medesen, Porszombaton. 11 kert van. Tehát ez egy ilyen kirakat. Ott van például az a zsugtetős épület, ez egy hétszöglet épület. Igen. És ott főztük az új időt első szabad pálinkáját. Tehát nálam hirdették ki a törvény. Le kell írni, ez nagyon fontos, ez nemzeti örökség. Ez nem veszhet el. Nem leírni kell, megtanítani kell. Mind a kettőt. Át kell adni a tudás átadása, fontos. De erről most elköltjük az ebédünket, vagy egy szökünk, és akkor mesélek a többiről. Tehát, hogy lett, nem tudom, nem mindig vagyok sikeres, de van, amikor valami siker. Tehát ez a tündérkert azért az egy sikertörténet. Tehát azért, amikor Etiópiából ide jönnek a nagy faültetés előtt, hogy menjek el, és adjam át, csináljam meg azt a rendszert. Azért az nem semmi. Nem ám. Amit hangsúlyozott, nem én csináltam, hanem jó akaratú emberek. Tehát olyan embereket kell összegyűjteni, akik ezt az egészet fontosnak tartják. És nem hadakozni kell, hanem azokkal építeni, akik ebbe bevonhatók. Hát ezt mondtam, én nem voltam a Magyarországos Gyűlésén, meghívtak, hogy tartsak előadást, Gábor ott volt, és ugye azt kérdezték a végén, hogy jó, de hát akkor mit kell csinálni, és körülbelül ezt mondtam, hogy paralel társadalmat építeni, és az embereknek meg kell találni azt a pár embert, akivel együtt tudnak működni, és együtt tudják építeni a helyi közösségüket, és aztán ezeknek a közösségeknek össze kell kapcsolódniuk nemzeti ügyben. Igen. És a tudás átadás. És a tudás átadás. De másképp tudni még nem lehet. Hát levadásznak minket. Így azonnal ezt hát ugye valamennyien tudjuk. Ugye ez meg nagyon egyszerű, tehát a tanmese, hogy itt van a gyűjtemény. Igen. Most én nem uniós támogatásokat utánkoslattam, hanem embereket kerestem. Igen. Nem is fákat kerestem, igen, hanem jó akaratú embereket, igen, kerestem. Igen. És gyakorlatilag többre mentem. Tehát ezt nem csinálta meg senki, igen, hogy... Tehát amikor, és annyi jó akaratú ember van, annyi ember van, aki ezért hajlandó is, és ne nekem, hanem nyilván ki a saját közösségét építse, a saját kertjét építse, a saját tudását gyarapítson, és akkor működni fog. Azért egyre több van, azért vannak kis apró kis közösségek, akik így gondolkodnak. Igen. Tényleg ezeket kellene a tudást mélyíteni és összekötni valahogy egy közös szemlélettel, amit azért nagyon jó, hogy ezért jobb az előadásban. Így van, így van. Jó? Segítsünk. Így van. Isten Isten. Isten Isten. Gáborom. A pálinkáról azt tudni kell, hogy itt a Göcsejbe kettő gyógyszer volt, ami meghatározó. A pálinka és az ecet. Igen. És az ecetet, az ecetnek hívták, de a pálinkát a gyógyászati dolgokra került, tehát ha gyógyított, akkor úgy hívták, hogy spurkulátum. Tehát most mi medes is spurkulátumot iszunk, tehát ha megállít a rendőr, akkor ez nem pálinka, hanem gyógyszer. És megint csak, tehát maga a szabadság. Tehát a világon egyedülálló kultúrát hoztak létre az itteniek a magas alkoholtartalmú italok tekintetében. Tehát sehol nincs a világon olyan, hogy egy gyümölcsfajtából főzze az egyik gazda, egy másikból a másik. Igen, ez így. Tehát itt van, őrzöm a Göcsejnek 400 körtefajta, 123 különböző ősi Göcsei körtefajtából főzöttem eddig pálinkát. Nem tudom, hogy főzek-e még többről. Nyilván 123 itt nincs, mert
azért megisszuk, de maga az az igényesség, ami a szabadsággal jár. Ha megnézzük a mai magyar pálinka kultúrát, a kultúrának nevezhetjük, 38-43%-os. A Göcsei körte leírja a termékleírás, 50% boszkobak, francia világfajta, a többi fételapát, az enzilóizak, lap meg 30 pont. Azok nem franciák, azok belga, meg amerikai világfajták. Hol van, és itt van a világ pálinka kult, illetve hát a magas alkoholtartalmú italok kultúrájának, itt van Göcsejbe az eszenciája, és ilyen biztonságokat képesek megcsinálni. Soha szupermarketben ilyen helyeken nem vásárolok. Semmit sem külföldön. Én itthon piacra megyek, igyekszem termelőhöz menni, akit ismerek. És hozzá a termelő gyönyörű szilva, milyen szilva, Stanley. Ez magyar termelő, és magyar érzelmű termelő, és tényleg szép dolgokat csinálom. Mi az, hogy Stanley? Hát ez a neve mondja. Hát mert így ismerik, Stanley. Hát mondom, Stanley, de ez nem egy magyar fajta. De itt nőtt a kertemben. Nem viccelek, ez a beszélgetés elhangzott. Mondom, az egy dolog, de mondom ezt, hogy Stanley, hát ezt maga is hallja. Nem igazán. Szatmári Stanley. És először nem is érti, és akkor egyszer csak elkezd derengeni, hogy miről beszélek, és azt mondja, hogy na de hát magyar fajta már nincs. Besztercei. Gyakorlatilag igen, tehát ezek törvény által. Most próbálja fel, én azt gondolom, hogy én láttam is abban pozitív elmozdulást, tehát próbáltak valamilyen szinten a magyar fajtáknak kedvezni. De hát, hogyha ez klónokra van ott, vagy, tehát az egész az úgy működik, ahogy az őseink csinálták. Tehát ugye ez nagyon tanulságos. Ki megint... próbálta a magyar fajtáknak kedvezni? Hát például itt is egy ilyen jogszabály kihirdetésre került, ha jól emlékszem, 2013-ban állunk. De ezek nagyon nagy problémákat vetnek föl, mert hiszen klónokra, és akkor lehet, végig lehet járni ezt az utat, de hát azért gondolj csak vele, hogy itt csak nekem a gyűjteményben 1300 fajta van. Olyan. És ha ezt nem vadalanyon csinálják, ami viszont már minden tilos. Tehát az, ami, ahogy az ősök igen. csinálták, minden tilos. Na most, igen. Itt, igen. És itt van Európa legnagyobb gyűjteménye. Itt van 3500 fajta durván. Meg kb. 3500 változat, lehet, hogy sokkal több, de nem biztos. És nem használok vegyszert, nem használok metszőt. Ó, hát az nagyon jó. Az a lényeg, igen, nagyon jó. És ezt minden működik. Én ezt igen. tanultam egyébként. Ott vannak a fák, és élnek, és virulnak. Mert amikor ott ültünk az asztalnál egy ilyennel, akkor megkérdeztem, és mondtam, hogy nekem vannak diófáim, és hogy kellene metszeni, és ön szúrós szemmel rám nézett, és azt mondta, de így volt, és azt mondta, hogy ha jól van tartva a fa, és megfelelő helyen van, akkor nem kell hozzá. Nyúlni. És tudja mit? Nem nyújtunk hozzá azokra sem. És működik. Hmm. Igen, tehát ez azt gondolom, hogy tehát mindig a legegyszerűbb, a legnagyszerűbb. Tehát amikor itt mondják azt, hogy megváltozott az éghajlat, megváltozott a... Jönnek új károsítók, jönnek új kőrokozók, és majd ők megmondják, hogy milyen technológiával, milyen vegyszerekkel, minden, miből gondoljuk, hogy mi többet tudunk, mint a gondviselés. Ha ezt a gondviselést így teremtette, és évezredek, Isten tudja mióta működik, akkor miért pont most 2023-ban, vagy miért pont most nem működne? Dehogy nem működik. Csak nem cél. Így van, ahogy mondja. Nem cél, sőt, éppen az ellenkezője a cél. Gyula, kedves, nem akarok okosnak látszódni, de itt az a probléma, és azért tudják az emberek fejébe ezeket a hibás tudásokat beültetni, mert az a népi műveltség, mert ez nem kultúra, reflektálva, amit mondasz, ez egy népi műveltség. És ez a népi műveltség kopott meg már falun is nagyon, a városokban meg teljes mértékben régen eltűnt. Falun is eltűnt. Ha most veled beszélgetek, akkor nem mondhatom, mert ugye akárhogy is van, de
ennek a műveltségnek az egyik sziklapontja, sziklaszirárpontja vagy, és ugye most veled beszélgetek, most ha lehet, hogy a faluba, a kocsmába beszélgetnénk valakivel, akkor... Már kocsma sincs? Se kocsma, se kocsma. Először az iskola zár be, utána a kocsma. És ez mindenütt, ahol az iskola megszűnik, ott megszűnik a kocsma. És a posta? Most már azért. Sincs, ott az természetes. Egyébként nagyon adósok vagyunk szerintem azzal, hogy egy települési értéktárt felállítsunk. Tehát azért vagyunk rossz vágányon, mert amink van, azt se tudjuk, hogy mink van, nem tudjuk, mire való, nem, ezáltal nem tudjuk éltetni és használni. És hiába mondjuk, hogy iskola, mert ugye ott van a költő is, meg te is most mondtad, hogy Gyuszi bátyám, hogy ne adjátok a templomot, az iskolát, rendben van. De az az iskola, az nem ez az iskola. Tehát az iskola természete változott meg, és az ellenségeink tökéletesen ügyelnek arra, amit itt is most érintettünk, hogy az arány változik, meg nem egyszer, a meséről beszéltetek, hogy akkor még a kommunista rendszerben volt mese, heti háromszor, utána már csak heti kétszer, heti egyszer, és valaki tekeri le azt a kis kapcsolót, és utána már csak a szenny ömlik ránk. És ha nincs egy települési értéktáram, amiben felsorolom, hogy a nagy diófához senki nem merjen hozzányúlni, hogy a kút abba vízvaló és semmi egyéb, és így végigmenni azon, hogy a 17. századi pince, ezzel a ezt mind föl kell sorolni, és törvénybe védeni kell, mert oda jutottunk, hogy akkora ár jön szembe, hogy ezt viszi magával az egészet. Viszi magával. És ha nincs felsorolva, és nincs tételesen, nem tud róla a falu minden polgára. De Zsombor, ez megint azt támasztja alá, hogy ez nem lehet, ez csak úgy lehet, hogy helyi közösségek vagy kiskörök alakulnak, olyan emberek, mint mi, most hagyd legyek nagyképű, igaz? Törvény alkotóra nem számíthat. Nem, nem. Sőt, vegyük tudomásul, és ezt belemondom a filmbe. A törvényalkotás ellenünk van. A kormányok ellenünk vannak, egyébként nem csak Magyarországon, nyugaton is ez. Így van. Sőt, így van, onnan jön ide, és a cél a globalizáció, és az egyvilágrend, és az egyvilágkormány, és mindaz, amit ez hoz magával. Igen. Tehát, hogyha meg akarjuk menteni magunkat, és újjáéleszteni saját magunkat, akkor bizony párhuzamos társadalmat kell építeni, kis közösségek, akik ugyanazt az értéket vallják, és teszünk is érte. Most csodálkozni fog rajta, hogy mit válaszolok erre. Én annyival szeretném ezt kiegészíteni, úgy, hogy maximálisan egyetértek vele, hogy párhuzamos globalizációt is kell építenünk, és ez a mi globalizációnk legyen. Igen, mert semmi baj a globalizációval, az a baj a globalizációval, hogy nem mi fogalmaztuk meg. A konzervatív értékrend olyan lemaradásban van a liberálisnak mondott értékrend világformáló és világképet befolyásoló szándékával, hogy a konzervatív értékrendnek azt mondhatom, nincs globális világképe. Hát nincsen. Nincsen. Ez egy óriási hiátus. Egymással is harcoló egyébként, mert ezt észrevettem, hogy még az azonos hitet vallók között is elég komoly ellentétek vannak. Egyébként külföldön is, nem csak itt, de itt nálunk egészen katasztrofális. Mert mi bajban vagyunk. Ez a nép most már nagyon-nagyon régen a kihalás rémével küszködik, és azzal, hogy képtelenek vagyunk összefogni, és egy dologért együtt dolgozni, ez nagyon nagyba. És ezt használják ki egyébként. És valóban nem lehet a hatalomra számítani. Bárminek is hívják, bármilyen cégért akaszt a nyakába, nem a hatalom a megoldás, hanem mi vagyunk a megoldás. A törvényhozás egyébként azért van drámai helyzetben, mert csak tőkeérdek kapcsán lehet bármilyen törvényt hozni, hiszen ez az egész rendszer, a pénzdiktatúra rendszere, mert ugye én azért szoktam pénzdiktatúrának mondani ezt, mert a bankárkaszt kifejezést az emberek értik, és hogyha bankárkaszt van uralmon, akkor mi az igazi formája ennek a hatalmi struktúrának? Diktatúra, de nem Orbáni diktatúra, hanem pénzdiktatúra, nem egy személyhez kötődik, hiszen a teljes politikai elit pénzpórázon van, akár ellenzékről, akár kormánypártokról beszélünk. Ezt elmondtam különböző fórumokon. Hát ez a lényeg. Hogy nem kell kormányokra nézni, kéne persze, de ők nem szuverén
cselekvők, hanem őket irányítják. És a nagyon régóta így van már. Nagy-Britanniában is így van. Amerikában végképp így van. És mindenütt így van. Így van. Ezt kell felismerni, és aztán nem sokat rágódni rajta, csak tudni kell, hogy így van, és megteremteni a magunk világát, ahogy John Bonny is mondja. Így van. A magunk világát. És mi vagyunk? Így van felépítve a rendszer, nem? Így van felépítve az egész rendszer. Persze, ez a lényege a rendszernek. A médián, a demagóg médián alapuló látszat demokrácia, hogy jobbról, balról, nincs demokrácia. Ugyanaz az uralkodó réteg van, ugyanaz az uralkodó réteg. Porázon tartott média, amelyik a Mákonyt inti, ugye a török áfiú, igaz? Tehát ez elég öreg dolog, és régi dolog, és ellent kell állni, és nem ellent kell állni, hanem nekünk kell pozitívan lépni, tehát nem reagálni kell az ő dolgaikra, hanem azt mondani, hogy ez a mi világunk, ezek a mi elveink, ez a mi hitünk, és ez szerint építjük a magunk világát. Igen, de az önszerveződő közösségek, azok a kommunista rendszer alatt bomlottak le végsősorban. 1956 volt az utolsó olyan típusú fellángolás, amikor még önszerveződő közösségek képesek voltak szinte egy csettintésre létrejönni, mert az értékrend akkor még benne volt az emberekben. És a magyarság tudat. Pontosan. Na most az az értékrend, ami akkor benne volt az emberekben, az gyönyörűen eltűnt a kádári konszolidáció időszaka alatt, mégpedig azon egyszerű oknál fogva, mert Kádárik zseniálisan aljasul, de zseniálisan rádöbbentek arra, hogy a magyar gerinc nem törik. Ezért a felpuhítására törekedtek, és ezt sikerrel meg is valósították. Úgyhogy a globalizmusnak, na jó, hát persze mindig voltak kurucok. A négy kommunor. Ugye? A négy, így van. De ugye nagy részt azért azt kell ebben az egész dologban látni, hogy az a bizonyos összefogás, amiről mi olyan nagy szeretettel szoktunk beszélni, és a balliberálisok is mindig ezt próbálják mondani, az valójában egy olyan új típusú együttműködésre kellene, hogy épüljön. Nekem van erre egy kifejezésem, hogy szellemi kalákát kell létrehozni azért, mert egyébként a fizikai kalákát ugye törvénnyel tiltják. Na de egy szellemi kalákát nem tudnak tiltani. Egyelőre. Egy. A szellemi kaláka a tudás átadásnak egy zseniális eszköze, és egy szellemi kaláka bármikor önvédelmi kalákává erősödhet, ha szükség lesz rá. És szükség lesz rá. Hagy mondjam merészen azt, hogy habár az anyagi és kézzelfogható dolgok nagyon fontosak, de igazából az számít, ami itt van, és itt van. A szívben, és az elmében. És a szellemi kaláka meg tudja mozgatni az anyagi világot, fordítva nem. Bármit is mondott Lenin elvtársam. Na, abszolút egyetértünk. A szellem a teremtő erő. Így van, ez így van. És nagyon, nagyon keserves a helyzetünk. Ezt látom itt is, de látjuk mindenütt. De szerintem jó úton járunk, és bízom benne, hogy sikerül. Mert néhány jó, hívő ember többet tud együtt elérni, mint milliónyi semmire való ember. Kérem, amennyiben lehetséges, osszák meg ezt a felvételt, hiszen a Hungária Televízió kifejezetten azért készít ilyen filmeket, hogy valamilyen tudás átadás jöjjön létre, és találjuk meg a kivezető utat azokból a kátyúkból, amelybe a történelem vihara belesodort bennünket.